De először is gratulálok a harmadik helyezéshez. Azt gondolom egy nagy dolog itt a város, meg a ti életetekben is. Vegyes érzéseim vannak. Egy-két játékosom nem érkezett meg, vagy egy kicsit késő jött erre a mérkőzésre. Nem lehet így elkezdeni egy mérkőzést, ahogy mi elkezdtük. Ez meghatározta az egész találkozót. Ugyanakkor arra viszont büszke vagyok, hogy most már sorozatban jó meccseket játszunk, jó ellenfelek ellen. Magyarország harmadik helyezett csapata ellen idegenben a legfontosabb mérkőzésükön ellen tudtunk állni ilyen fiatalon. Meg kell néznem majd az utolsó ítéletet, az nekem gyanús volt, de meg fogom nézni. Az jó lett volna mondjuk nekünk, hogyha az egy belemenés, és akkor támadhatunk a döntetlenért, de meg fogom nézni, így nem akarok ítélkezni. Megyünk tovább, készülünk, ezekkel a lányokkal 4 éves munka van, utolsó mérkőzést játsszuk így együtt, többségüknek profi szerződést ajánlottak más egyesületek, úgyhogy bízom bennük, hogy ezt felmérik, és szívüket, lelküket bele fogják tenni vasárnap. A Votvikinek meg mielőbbi felépülést kívánunk. Ez a mérkőzés számunkra nagyon sokat jelentett. Ez érezhető volt már 2 nappal ezelőtt is. Remegtek a kezek. Ez az őszinte valóság. A teljesítés vágytól is, meg attól is remegtek a kezek, hogy úristen, most nekünk ez a mérkőzés, ami egy nagyon jó mérkőzésnek mondható, viszont a rangját nem adta meg, amit szerettünk volna, én úgy gondolom. Látható volt, hogy dominálva és jól kezdjük a mérkőzést, kézben tartva, majd, amit mondtam, elkezdtek remegni a kezek, kihagytuk az itszereket, megremegtek a lábaink, már a közel-távoli zónából érkező lövéseket vagy támadójátékosokat már nem tudtuk felvenni. Lekéstünk róluk, ettől lett ez az egész ilyen szoros. Erre készültünk, hogy ezt ne tudják gyakorlatilag a junior válogatott csapat ellen védekeztünk, és tudják ezt megcsinálni. Azok a játékosok, akik ebben az évben borzalmasan sokat fejlődtek, a döntéseik már rendkívül jók, jó képességekkel rendelkeznek. Így dinamikában végig tartották velünk a tempót, második fél időben szinte lekopiáztuk az elsőt. Megint elhúzunk 5 góllal, ahelyett, hogy kézben tartva nyugodtan tudjunk támadni, 1 perc alatt kapunk 3 gólt. Megint csak újra visszajön a fiatal csapat, aki ki is használta ezt az utolsó másodpercig. Viszont nálunk azért dicséretes az, hogy igazából az egység újra dominált. Voltak olyan játékosaink, akik ezekben a szituációkban a döntést magukra vállalták. Szépen megoldottuk, páros kapcsolataink jók voltak, úgyhogy azt gondolom, hogy a közönségnek abszolút izgalmas és jó mérkőzést tudtunk nyújtani. Örülünk annak, hogy a megítélésem szerint a szezon egyik legrosszabb mérkőzésével tudtunk így nyerni, és tudunk is neki örülni, hiszen ez a győzelem számunkra rendkívül fontos volt, mindenki áhítattal szeretett volna még jobban teljesíteni, de ez nem mindig lehívható. Úgyhogy igazából szerintem megkoronáztuk ezzel a győzelemmel az egész évünket, az éves teljesítményünket. Van még egy mérkőzésünk, arra fel fogunk készülni a Győr ellen, ahol még mindenkitől utoljára el szeretnék búcsúzni, aki elhagyja a klubot. Köszönjük szépen. Amúgy tényleg nagyon nehéz mérkőzés volt, mindig jó meccseket tudunk, és úgy érzem, hogy sokat tudunk fejlődni ezeken a meccseken, és gratulálok a harmadik helyhez. Szerintem megérdemelték. Kicsit hiányérzetem van, úgy érzem, hogy a csapatban nem mindenki tudta felvenni most ezt a versenyt, vagy csak későn, de nekünk vasárnap még van egy élethalál meccsünk, és ez az utolsó meccsünk így a többiekkel. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy bebizonyítsuk, hogy igenis mi idevalósiak vagyunk, és az NB1 ugyanúgy a mi kávéházunk. A Vikinek nagyon-nagyon jó bulás, és remélem mi hamarabb felépül. És a lányoknak üzenem, hogy mindent bele vasárnapig, mert nagyon kell mindenki majd.
Hát igen, mondtam is az előbb, hogy én még mindig fiatalnak érzem magam, de utána belegondolok, hát most Szilárd bár mondta, hogy 2007-eseket veszi át, hát akkor... Még fiatal Szilárd. De nem, azért én személy szerint én mondhatom, hogy én izgultam meccs előtt, mert nekem ilyen lehetőségem még nem volt soha, hogy a NB1-be éremért játszunk, és most tényleg itt volt egy karnyújtásra. Szerintem a csapat tényleg a legszebb szülinapi ajándékot adta nekem, ezért meg szeretném mindenkinek köszönni is, mert tényleg mint egész szezonban szerintem már, hogy mindenki mindig hozzárakott valamit, hogy nálunk nem egy ember van, aki egy kiemelkedő szupersztár játékos, hanem tényleg mint csapat. És ezt megint megmutattuk, hogy mindegyik pillanatban más játékos is tud hozzárakni. És ezért köszönöm az egész csapatnak, meg a szurkolóknak, meg mindenkinek a szép születésnapi ajándékot. Mellette még szeretnék gratulálni is a Nekának. Szerintem nagyon szép kézilabdát játszottak, nem csak ma, hanem az előző mérkőzéseken is, már a Vác ellen. Tényleg ők is mint csapat játszottak szerintem. Látszik, nagyon, nagyon sokat fejlődtek. Kézilabda tudásba is szerintem, hogy már ezen a ilyen fiatalon még már tényleg olyan dolgokat tudnak, ami szerintem nemzetközileg kevés kézilabdás van ilyen fiatalon ezen a szinten. Úgyhogy nagyon büszke vagyok csapatunkra, MKC-re, és most jó bulizás nekik!